Kedves GameStar TV nézők, tisztelettel köszöntünk benneteket a más világban. Ezúttal négyen vezetjük a műsor. Igen, itt van velünk. Hello. Pingvin Tibi. Én meg csak úgy simpán macika. Már. Ő pedig macika. Komoly műsort akartak, és azért most komoly műsor lesz. Mi komolyak vagyunk, ők meg ilyen buták. Igen, múltkor nagyon zúztunk, és most úgy gondoltuk, hogy kicsit a líraibb oldalunkat mutatjuk meg. Aki esetleg hasonlóságot fedez fel a Linux Pingvinnel, hát rokonság. És aki egyébként hasonlóságot fedez fel a Linux Pingvinnel, az viszont vegyen szemüveget. Akkor haladjunk is. Múltkor szétzúztuk az agyunkat, emlékszik talán rá minden nézőnk, és talán te is emlékszel rá, Bézi, hogy annyira jó kis ütős magyar könyvben voltak. Most következzen egy nagyon csinos fiatal hölgy, Chazy, aki... Akiről semmit nem tudunk az ég egy adta világon. Annyit tudunk róla, hogy nagyon szép lány egyrészt, másrészt pedig próbál ő olyan lenni, mintha a zséda lenne, meg hogyha kicsit ilyen, tudod, ez ami most tehát divatos, zsédi. Ilyen zsédis, azért valószínűleg Chazy. Ez a Chazy, zséda, ezek olyan hasonló. De nevek. Miért nem tudják ezek a saját nevüket komolyan, de, mert lehet, hogy ezt is ilyen Unterhager Imolának hívják, és akkor ez a Chazy, ez meg is csak... Most lehet, hogy lebuktattad szegényt. Bocs, Imola, elnézést. Imola, hogyha nézed az adást, tényleg ne haragudj. Akkor Unterhager Imola alias Chazy előadásában következzen az általad vagyok. Általad vagyok. Az az élet, melyben társa várunk, súlytalan. Nincs mi megszavar, ha nem vigyázok, nem gyötör. Kín és vágy, ez könnyű, de álmos világ. Hirtelen jön egy változás, és szívem már is védtelen. Nagy félelem, hisz elvehetnéd mindenem. S ha ezt vár rám, mi most vagyok, azt el nem dobnám. Dél voltam csak téli éjszakán. Tőled ez a csepp ki így szeret, az nincs telem. Soha nem lehet, hisz elvihetnéd mindenem. Ha elmennél, mi lettem én, az több mindennél. Dél voltam csak téli éjszakán. Tőled ez a csepp ma
ez jó volt. Szóval ez egy helyes bizonyára jó volt. Nagyon kis van állás. Helye. Van neki helye. Te emlékszel te a VIP nevű kiváló magyar együttesre? Ők is annak idején kimentek az Eurovíziós Dalfesztiválra Magyarországról, és ők is valamilyen, nem tudom, volt 12 induló, és a 13-ként jöttek haza. Tehát sikeres magyar zenekar. Úgy nyomot hagytak, tehát ugye a lábnyomukat olyan mélyen, a lábuk ilyet, nyomán. Megmutatom, mit csináltok, ilyen Backstreet, back, alright, ilyen, ilyesmi volt. Köszönöm szépen. Which Backstreet Boy is gay? Az mekkora volt, na, azt egyszer leadjuk. Tényleg egyébként lehetne egy ilyen oldies rovatot is. Na mindegy. Hát ezt majd a következő más világban talán. De most tehát, hogy miért beszéltünk a VIP-ről? Azért, mert kaptunk egy klippet. És ebben a klipben egy Rácz Gergő nevű félisten van benne, aki a VIP-nek volt a tagja. És most... Húzzunk fel bármit? Vagy húzzunk bele bármit? Húzz fel bármit. Na most tőle? Ez a klipnek a címe, hogy húzz fel bármit. Hát ugye ennek van némi ilyen-olyan jelentése. Reméljük, hogy nem arra gondoltak, amire mi, mert mi betegek vagyunk. Jó, jó, ha mélyen érzed, ha többet kérsz. Jó, jó, ha élek benned, wow, érezd még. Jó. Látod, 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 látod,
hülyeség volt aggódnod. Azért ezt bevallhatjuk most, hogy megnéztük ezt a klipet, volt ebben Michael Jacksonos ilyen moonwalktól kezdve, George Michael-es Faith-en keresztül, mindenféle ilyen visszakacsintás egyéb más videóklipekre. Te mondd, Bézé, te milyennek tartod az ötletlopást? Ez nem az volt a klip, félreértés ne esik, tehát nehogy valaki ezt gondolja. Csak úgy most úgy eszembe jutott spontán, tehát te mit gondolsz arról, ha valaki egy videóklipben más klipekből ismert jeleneteket vesz át? Hát attól függ, hogy ez ugye, hogy is mondjam, hogy ez a klip érdekeit szolgálja, tehát például ott volt a Genesisből az I Can Dance, meg ilyesmi, ahol direkt ugye úgymond poént gyártottak különböző más előadóknak a dolgaiból, és ott is moonwalkoltak meg minden franc. Na hát az poén. De amikor tényleg az van, hogy kifogytak az ötletekből a bácsik nénik, és akkor próbáljunk meg csinálni egy külföldi klip remake-et, mert itt biztos nem ismerik, az a baj, hogy az már elmúlt, szóval az 20 éve volt, amikor még el lehetett adni itt olyan dolgot, ami kint is megvolt. Most már ott van a szép nagy világ, meg az internet, meg a GameStar TV, és látják az emberek, hogy külföldön is csináltak már ilyen klippeket. Én most nem akarom beégetni Berkenyét, de amikor néztük a Rácz Gergő klipet, és mondtam, hogy hát ez George Michael Faith című számok, hogy megkérdeztetem, hogy az mi? Tehát azért már itt tartunk. Hát ezek annyira régi idézetek végül is, vagy annyira régi klipekből lettek beidézve ezek a részek. Hát nem tudom, én csak azt kívánom Rácz Gergőnek, hogy ne képzelj magát Michael Jacksonnak, mert le fog esni az orra. Azért ez kellemetlen járat. Egyébként így az influenza kellemes közepén. Tudod, itt orr. Az van, hogy Michael Jackson az egyetlen olyan ember, aki igazából ki tudja fújni az órát. És azért lássuk be, hogy ez egy nagy dolog. Viszont na, akkor nyissuk meg át a rock zenei részét a műsornak. Múltkor zúztunk, most egy picit visszamegyünk szofisztikáltabbba. Továbbra is rockzene, viszont most egy igényes rockzenei összeállítást hoztunk. Tehát az azt jelenti, hogy most nem fogunk így. Lehet, így is. Így is. Csáp. Viszont ezt érdemes hallgatni, érdemes jól meghallgatni, elsőre úgy se érti senki. Magyar zenekarokról lesz szó ezúttal is, The Deathroners az első zenekar. Így van, hát ők már marha régóta cipelik az igát voltak, ők már gyakorlatilag minden stílusú zenekar, de szerintem találtak egy hihetetlen jó arculatot maguknak most, és kialakult egy nagyon jó felállásuk is. És ez egy akusztikus alapú dal lesz, azért persze egy kicsit megbonyolítva itt ott, és szerintem ez jó belépő lehet azoknak a rockzene világába, akik azt hiszik, hogy ez azért mindig csak arról szól, hogy zúzunk meg, mit tudom én. Tehát vérhab. Akkor a trónfosztóktól a free will, avagy a szabad akarat. Free will. Oh,
tényleg egy nagyon kellemes, ilyen kis, ilyen zizegős, zúgós, csengő-bongó akusztikus történet volt. Kiszabadítottak Willit. És nem esett bele abban a nagy nyáladzásban, amiben nagyon sokan bele tudnak esni, amikor így fognak egy szál akusztikus gitárt, és akkor így egyből így elkezd ömleni ugye a nyál. Jimmy. De nem. Következő magyar zenekarunk a Drylands. Így van. Na most ők egyébként egy érdekes zenekar, mert ráadásul ők Szerbiából importáltak maguknak egy énekest. Valamint hát ugye a dobosok is tulajdonképpen félig-meddig arab származású. Tehát ez inkább egy ilyen nemzetközi koprodukció akkor, hogyha igen, jól értem. Igen, de hát itthon székelnek, mondhatjuk ezt így. Itthon székelnek? Mert azt hiszik, hogy akkor kakélnek. Bocsánat. Na, szóval az a lényeg, hogy ők ugye egy progresszív metal társulat, és azért most ezt a klippet, amit látni fogtok, ez, hát ebben van minden tényleg. Ez az összes létező ütem a világon, az összes létező hangköz, meg hangnem, meg harmónia, viszont nem esnek bele szerintem abba, hogy ilyen nagyon öncélú legyen az egész. Igen, sokan az Images and Words című Dream Theater albumhoz hasonlítgatták, én olvastam ilyen fórumokat, hogy ez a nóta, mintha onnan is, vagy legalábbis erős hatásokat átvehetett. Szerintem onnan. Ez azért inkább egy picit az Enchant jellegű, ilyen picit finomabb progokra hasonlít, de ez egyébként már kicsit akkor belementünk a szakmába is, elnézést. Én azt mondom, hogy ugye beszélgettünk itt a lopásról, meg nem lopásról, tehát ugye van az a zenei közhely, mert nem tudom, ki pufogtatt el, hogy Bill Haley óta mindenki lop. Szóval ez valahol tényleg így van, de azt hiszem, hogy a progresszív zenének az a lényege, hogy tudunk-e újszerűen használni olyan elemeket, újszerűen amik eddig is megvolt. Nem. És tényleg a Drylands egyébként szerintem állítom, hogy Magyarországnak az egyik legexport képesebb csapata. Mondd ki, légy szíves, helyettem. Export képesebb. Köszönöm. Mert egyébként itthon tényleg megvan az a stabil pár száz ember, aki sajnos egyébként elmegy egy ilyen koncertre, és közben meg gyakorlatilag zenei tudásban legyalázzák bármelyik külföldi. Hát szurkoljunk a Drylandsnek, most pedig nézzük meg tőlük a Can't Hide Away című nótát. Close to insane.
tudom, hogy a tizenekaratok a Vendigó is ilyen meglehetősen technikás zenét játszik. Hát én láttalak titeket élőben nagyon sokszor, meg hallottam a lemezeteket is elég sokszor. Hát Dry Lens is nagyon-nagyon technikás számokat nyomat. Mennyi idő kell most csak ilyen röviden, hogy egy ilyen technikás rockzenére tanuljon az ember? Tehát aki ma elkezdi a gitározást, az hány évet szánjon erre körülbelül? A vicces, hogy alapvetően nem csak technikai tudáson múlik az egész, mert hihetetlen technika van egy sokkal egyszerűbb zene mögött is, hanem ez igazából inkább azon múlik, hogy nagyon sokféle zene érdeklődésű legyen az, aki ilyet játszik. És meglehetősen nyitott gondolkodás. Pontosan. Legyen. Mert egész egyszerűen tényleg, hogyha az ember megáll mondjuk a valamilyen szegmensének a metálnál, akkor tényleg annyit is fog játszani, bármilyen ügyes, hogy zsiggara, báha. És ehelyett, mit tudom én, egy kis jazz hallgat, egy kis klasszikus zenét, és akkor már is hihetetlen dolgok belefigyelnek a zenébe. És ha már nyitottak vagyunk, akkor vajon nyitottak vagyunk arra, ha valaki kövér? Például egyikünk se sovány. Tegyük ezt hozzá. Én sovány vagyok. De én speciál, hát hogy is mondjam, nem ezt úgy gyomorra mondják, gyúrok. Nem ezt úgy mondják, hogy... Gyomorra gyúr, na figyelsz. Horizontálisan handicappes. Horizontálisan nem indián, hanem Native American, meg ilyesmi, tehát te horizontálisan handicappes vagy. Én pedig, hogy is mondjam, tehát a szélességemhez képest alacsony. Térjünk át, tehát akkor a filmekre, ebből igen. Is látszik. Első filmünk a Run, Fat Boy, Run című film, tehát a Fus, kövér fiú, Fus. Mi ez? A vicces az, hogy főszereplője nem kövér egyébként. Ezt egyébként David Schwimmer rendezte, akit egy jó barátokból, meg ilyen olyan stand-up comedy-ből láthattunk. Ő nem is olyan rossz egyébként. És az a lényeg, hogy nem szerepelő a filmen, ő ezt csak rendezte, és ahogy így belenéztem a trailerbe, ez egyébként engem inkább az ilyen angol modernebb humoros filmekre emlékeztet, képi világban is, meg ugye egyáltalán. A történet meg csak annyi, hogy van egy fiatal, teljesen átlagos pár, ahol a férj berezel, illetve a férj jelölt berezel az esküvőtől, meg hogy ő kövér, meg hogy ő nem tudom, ilyen olyan nem jó, és elfut. És aztán utána, és amikor... Nem, ez az eleje, ez a, hogy mondják, a bevezető, intro. Vagy a bonyodalom, nem tudom már a tagolást, elnézést kérek így a tanárnéniktől, mert ezt ők tanították, csak én buta vagyok. Na az a lényeg, hogy pár év múlva rájön a bácsi, hogy mégiscsak szeretné ezt a nénit, viszont a néninek azóta, amit lett ilyen gazdag, meg erős, meg kisportolt bácsia. Meg Lamborghini-e van, meg Porsche, amiket porrázunk. És ő úgy döntött, hogy, vagy szóval ez a fős úgy dönt, hogy akkor ő most maratoni futó lesz, és akkor ezzel bebizonyítja, hogy ő nagyszerű. Ez a romantikus figyelem, aki meg akar egy lányt szerezni, egy maratoni. Pingvinek meg is. Relationships are like marathons. They require dedication, discipline. That's disgusting. Jay, that's disgusting. And determination. You have been trying to get through to Libby for 5 years now. What is her problem? Of which Dennis has none. You left her at the altar when she was pregnant. You prat. That was ages ago. Women remember that stuff. But when it comes to love, sick of the regret I feel every day because I didn't have the guts to marry the woman I love. Dennis, this is wit. Seriously, what do you see in him? He's a good man. He runs marathons for charity, for Pete's sake. It's not how you start. Libby, I can change. I will run the marathon. What? It's about how you finish. The one that Wit's doing, I'll run that and I'll finish it. Come on, you've never finished anything in your entire life. I'm running. You ready? Ready. Why are you here? I'm the assistant coach. Why'd you get to be assistant coach? Because I have this petula. Ow! You believe that? Potter, got five. Sure. Refreshing. You had her once. Why did you ever let her go? You just stop me there. Yeah. I've got nothing to say. I just wanted to stop you there. This fall, Picture House presents... You honestly think that running 26 miles is just going to wipe the slate clean? As you get older, you're going to realize there are a lot of things that you don't like. And when those things happen, you can't just run away. Is that what you do, Dad? What did you think? She's not going to find anybody better than you. Well, let me be the first to tell you. You know, you're not a tough act to follow. Ow, my ear! Run, fat boy, run! Simon Pegg, Tandy Newton, and Hank Azaria. How much further? It's a little tiny 9 miles. Run, fat boy, run. You can see my point, can't you?
as I can. Medvék is maratoniznak? Nem maratonizunk, mert inkább málnát teszünk mi, de abban maratoni mennyiséget tudunk elfogyasztani. És vezekelni szoktak a medvék? Vezetni szoktunk, például háztartást. Háztartást. Hát következő filmünk, ha már így a vezeklés szoba került, Atonement, azaz vezeklés címet viseli. Elég jó a szereplő lista, ugye egyik nagy kedvencem, ki se tudom ejteni a nevét, Keira Knightley, a lány, akinek nincs melle, viszont annyira aranyos, hogy ez fel se tűnik rajta. Igen, ő az egyébként, aki fenék dublőrt alkalmaz a filmjei különböző sikamlosabb részeinél, mert hogy ő szerinte ő lapos ez. Nem hát tudom. Ő elég lapos, tehát így megvan, ő gyermeke megvan lesz a lapos elemér. Megvan ennek is a rajongó tábora. Az a lényeg egyébként, hogy ez a film, ez egy romantikus dráma, és múlt század közepén játszódik valamikor, hajoltam Angliában, talán, és, pontosan. És hát egy ilyen tipikus szerelmi áromszögszerűség, ahol ráadásul az egyik lány megvádolja a fickót, hogy a másik lányjal nem úgy, és nem ott, és nem tudom pontosan, és az a lényeg, hogy a srácot egyszer bebörtönzik, meg kimegy a frontra, és küzdenek egymásért nagyon. Hatalmas romantikával egymásért küzdenek. Az Értelem és Érzelem című film alkotóitól származik az alkotás, tehát egyébként azért láthatjuk, hogy terminátorok nem fognak egymásba zúzni itt a film közepén, de bizony, tehát mit tudom, barátnővel érdemes elmenni, mert bebizonyíthatjuk, hogy érzelmes srácok vagyunk. Lehet szipogni rajta. See, why don't you talk to Robin? I do. We just move in different circles, that's all. Dear Cecilia. You'd be forgiven for thinking me mad. The truth is, I feel rather lightheaded and foolish in your presence, and I don't think I can blame the heat. Ronnie! Do you think you could do me a favor? Run ahead and give this to C. Good heavens, you're blushing. You ought to call the police. You saw him? Yes, I saw him. I know it was him. You know it was him? I saw him with my own eyes. I love you. Come back to me. They gave me a choice. Stay in prison or join the army. My darling, I love you. I'll wait for you. No matter how hard I work, I can't escape from what I did and what it meant. The story, what's it about? A young girl who sees something which she doesn't understand, but she thinks she does. Distress that I've caused. James McAvoy, Keira Knightley. Atonement. Akkor most rövid zenei betétünk következzen. Szeretném intonálni neked egy ismert dal, biztos rá fogsz ismerni. Várjál együtt, négyen. Oké. Három és... Na mi volt ez? Aki most megmondja, aki most betelefonál a szerkesztőségbe, az kap egy díjat. Elénekled az első verszakot?
Igen. Has he lost his mind? Can he see or is he blind? Na, így kezdődik. De most tényleg annyi hangom van, mint az Ozzynak. Can he lost his mind? Na, ez inkább ilyen. Can he lost his mind? Meg hiányzik még egy hatalmas adag, valami szer. Mondjuk minden koncerten úgy szokta ezt a nótát kezdeni, hogy elmondja a nóta címét. Igen, ez mégpedig a nóta címe az, hogy Iron Man. És azért éneklünk ilyen marhaságokat egyébként nektek így a mozirovatban, mert az Iron Man című filmet szeretnénk mi jól bemutatni, hogy erről lesz itt szó. Ez egyébként maga Chaplin lesz Iron Man. Képzeld igen, el. Aki Chaplint játszotta, így van. Csodálkozom azóta is. Robert Downey Jr., aki mind a mellett, hogy picit alkoholista és picit drogos, bár állítólag már nem, mind a mellett tök jó színész. A mozi az pedig egyik a sorban a Marvel képregény mozik közül. Ugye egy... Így repül Iron Man. És bizonyára az Iron Maiden a mennyasszonya, de ezt most így hagyjuk. És a következő rész majd Iron Penguin. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy ez vasember, és akkor megmenti Amerikát, és Hát de együtt repül a vadászgépekkel, én néztem a trélert, és hogy ő felszáll, és akkor így, mint Superman, csak ilyen valami csak zöld trutyi van rajta, vagy barna, vagy milyen színű. A zöld trutyi az a Hulk, ezen de ilyen pirosas, barnás, sárgás ruha, keverem ilyen acélruha szóval van, mert egy iparmágnás, és ezt csinálta magának. Szóval Iron Man kivételesen nem Black Sabbath-tal és Ozzy Osbourne-nal, hanem Robert Downey Jr.-ral. Robert Downey Jr., Robert Downey Jr. Hagyjuk. Film. Mr. Stark, you've been called the Da Vinci of our time. What do you say to that? Absolutely ridiculous. I don't paint. What do you say to your other nickname, the Merchant of Death? That's not bad. They say the best weapon is one you never have to fire. I prefer the weapon you only need to fire once. That's how Dad did it. That's how America does it. And it's worked out pretty well so far. To peace. Is it cool if I take a picture with you? Yes. It's very cool. I don't want to see this on your MySpace page. Please, no gang signs. No, throw it up. I'm kidding. You have till tomorrow to assemble my missile. I should be dead already. Unless it was for a reason. I just finally know what I have to do. That doesn't look like a missile. What are you building, Stark? I'm working on something big. Eastern Promises. Utoljára az utolsó, hihetetlen. Igen, az Eastern Promises, az gyakorlatilag, ha emlékszel az Erőszakos Múlt című filmre, amiben Viggo Mortensen játszott, és most éppen nem gyűrűk úrán most volt. Most nem ő Aragorn. Igen, na most ebben a filmben ő az orosz maffiának, az amerikai orosz maffiának egy tagja. Aha. És az orosz maffiáról azt érdemes tudni, hogy ott ők mindenféle tettüket, meg ilyen, nem tudom, rangjukat, meg ilyesmiket, azokat különböző tetoválásokkal jelölik. Magyarán ez egy tetoválásokról szóló film. Is, meg az orosz maffiáról, meg egy természetesen egy amerikai átlagos, mit tudom én, boncoló nőről, vagy nem átlagos tudom ki az. Átlagos boncoló nő? Hát, figyelem, New Yorkban, hentelünk, de ilyen night, persze. Boncoló nő
Minden sarkon boncolónő New Yorkban. Na az a lényeg, hogy néni talál valami hullát valahol, és akkor elszed tőle egy naplót, amiben különböző ilyen maffiával, tetoválásokkal és hasonlókkal kapcsolatos dolgok vannak. És belép máfiából Igor, és az, egyébként Vori Vzakone, ez az ottani máfiának az neve, és a máfiának a tagja Viggo Mortensen, aki néha Aragornak álcázza magát. Na mostan, a néni belép ebbe szervezetbe, hogy megnézze, mi van, és akkor veszélyes helyzetbe kerül. Erről szól a film, és akkor Mácika is meg fogja nézni, csak Mácika félni fog, tehát eltekarom szeme. Nézzétek ti is. We think he might be Russian mafia. In Russian prisons, your life story is written on your body. And tattoos. If you don't have tattoos, you don't exist. The streets of London. It's okay, bro. You don't have to worry. Police won't find anything. Inside the Russian mafia. I decide what's right and what's wrong. Promises must be made. I accept. And secrets must be kept. Unidentified woman died December the 20th, 2313. My son commits a murder and no one thought to tell me about it. I'll probably find out more once I get her diary translated. A diary. It's always good to have someone who I can trust to do simple tasks. You want to go for a drink? What did this man want? He wants the diary. Forget any of this ever happened. Stay away from people like me. You can't afford to be careless in any area. Don't look at her anymore. How did you get in here? They are always open doors. Family's important to you people, isn't it? I don't know things that you don't know. This is bad for us. I need to know who you are. Show some respect. This is respect. The Mori were like a contagious disease. There's no cure once they've touched you. Eastern Promises. Berknél leverte a pingvinemet. Képzeld el, itt idejött a kamerával, és szegény így hanyatt esett, mint a postamacú. Vigyázzál, mert aztán akkor olyat mondok, hogy fú. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk a Másvilág októberi adásában. Jövő hónapban újra jelentkezünk, bármilyen hihetetlen. Lesz új vendigóklip. Remélem, hogy addigra már lesz egyébként vendigóklip. Ezt forgatjuk. Mondanom sem kell, hogy megnézzük itt a Másvilágban, ha nem akarjátok, küldjetek leveleket. Igaz, azt majd véletlenül eltünteti a rendszer. De hogy hát olyan jól működik a levelező rendszerünk, például ma egész nap nem kaptam egy levelet se, aztán délután egy csomagban megjött 50. És ebből 51 spam volt. Hát nem baj, de legalább egy csomagban megjött. Tele vagyunk Viagrába. Arena@gamestar.hu, a subjectbe írjátok, hogy Másvilág, és akkor majd jól elolvassuk, amit írtatok, hogy van-e kívánságotok, de te milyen rovatot is akartunk indítani? Jó kitalált. Marha, aki tudja, hogy milyen rovatot akartunk indítani, arénakukac másvilág.hu, és jó lesz. Szevasztok! Szevasztok!